Új névvel, logóval, tulajdonossal és csak nem változatlan étlappal nyitottak meg vasárnap a korábban a McDonald's lánchoz tartozó éttermek Oroszországban. Az új logó zöld alapon két hasáb burgonyát és egy apró hamburger pogácsát ábrázol. Az új lánc neve Finom és Ennyi. Néhány termék lekerül az étlapról, mint például a Big Mac vagy a McFlurry, mivel ezeknek a neveknek, márkáknak, a megjelenésüknek és a gyártási technológiájuknak nagyon közvetlen kapcsolata van a McDonald's-zal, magyarázza a vállalat igazgatója. De megígérem, hogy méltó módon helyettesítjük ezeket a termékeket, és biztos vagyok benne, hogy a fogyasztóink kedvelni fogják majd. Az amerikai cég májusban jelentette be, hogy eladja oroszországi éttermeit az egyik helyi licensz tulajdonosnak, Alekszandr Govornak, azt követően, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát.